A várjátszóterét utoljára 3 éve tették rendbe, 2010-ben a város és az akkori fenntartó a megye is adott pénzt a munkára. Most néhány egri család úgy gondolta, hogy pénz nélkül is tud tenni a városért, azt mondják, így saját életminőségüket is javítják. A játszótérre esett a választás lévén, 3 gyerekünk van, úgyhogy ők is szívesen használják, és már most annyira balesetveszélyes 2 is közülük, hogy igazán azt gondoltuk, hogy akkor ezt mi rendbe tennénk. A baráti körben megkérdeztük, hogy esetleg csatlakoznának ehhez, és nagyon örültünk neki, mert mindenki nagyon lelkes volt. Bevonták a baráti társaságot is. Hogy ennél jobban jöjjön le a festőt. A gyerekek otthon érezték magukat a játszótéren, hol dolgoztak egy kicsit, hol pedig a játékokat próbálták ki. A legelső lovacskát. És mennyire nehéz munka ez? Hát eléggé. Eléggé nehéz munka. Megjavították a játékokat, lecsiszolták, újrafestették. A vár és a várbaráti kör felkarolta a családok kezdeményezését, most már ez is része az Egri Vár az Egrieké programnak. Bízunk abban, hogy igazi kaláka, igazi csapat fog kialakulni itt az év során, a szombatok során. A vár az egy nagyon kellemes környezet, nagyon jó helyen vannak a gyerekek is, védett, biztonságos hely, és úgy gondoltuk, hogy csapatot építünk ezzel is. Közben a vár is megszépül. Abban bíznak a szervezők, hogy így még inkább sajátjukénak érzik majd a várat az egriek. Tervezik, hogy fát ültetnek, takarítanak majd. Ezekre a munkákra várják a vállalkozó szellemű egri családokat.